34 évig éltünk együtt. Kettő gyerekünk született, két lány, és van még egy lánya az előző házasságból. A férjem makói születésű, Makón is nevelkedett fel. Az édesapja egy étteremben muzsikált. Nagyon szerették őt Makón. Az apósomat, szobrot is emeltek neki. Tivadar 14 éves korában került Budapestre, a Rajkó zenekar növendéke lett. A zeneművészeti főiskolára is beiratkozik, de nem fejezi be. Fiatal voltam, elmentem Belgiumba, meséli később. Hazatérve különféle művészeti együttesek vezetője és rendszeres látogatója a roma értelmiségi kluboknak. 1980-at írtunk, így alakítottuk meg ezt az értelmiségi klubot, ahová az akkor fellelhető összes értelmiségi cigány odajött, odajárt. Így találkozott a férjem Lakatos Menyhérttel is. Hogy a Lakatos Menyhértet megismertem. Az ő felkérésére írja meg 1985-ben az óriási sikert hozó Átokért szerelem című filmzenéjét, köztük később önálló életet élő dalokat. Rendkívül sokoldalú tehetség volt. De nem csak prímásként, zeneszerzőként, filmrendezőként is, és mint szervező is kiváló volt. Megszervezték az első Romszon világfesztivált. A 2000-es években Magyarország első cigány rádiója a Rádió C munkatársa, majd igazgatója lesz. Az utolsó vezető, aki megpróbálja a folyamatos pénzügyi gondokkal küzdő rádiót megmenteni. Továbbiakban gondok, bajok nélkül, problémák nélkül éljünk, és nyugodt erővel tudjunk kiszolgálni a hallgatók igényeit. Nekem semmi más kívánsága nincs. Amikor megszűnt a Rádió C, ő ebbe szó szerint belebetegedett, onnantól kezdve folyamatosan probléma volt az egészségével, és hát 2014-ben meg is halt. Papa. Úgy hívtuk egymás közt. Ő itt bábáskodott a Szászlagónak az alakulásánál is. Ő mindig muzsikus marad. Ő mindig igazi cigány muzsikus, magyar cigány muzsikus maradt.